A kísérlet során egy lefedést szeretnék bemutatni. A lefedéshez lombos mohát fogok felhasználni. A lombos moha nagyon alkalmas az ilyen jellegű preparátum elkészítéséhez, mert rendkívül egyszerű felépítésű, csupán egy sejtsor rétegű levélkéje van, ezért nem kell metszetet készíteni belőle, hanem elég csak egy vízes lefedéssel behelyezni a mikroszkópba. Egy parányi kis levélkét csípek ebből a moha telepből, ráhelyezem a tárgylemezre, majd ezután a levélkére, amit azért mondunk levélkének, mert a mohák álszövetes növények, és nem valódi levelet látunk itt a preparátumban. Vizes lefedést alkalmazok, a tárgylemezen lévő levélkére vizet cseppentettem, és erre fogom helyezni a fedőlemezt. A fedőlemezt óvatosan kell ráhelyeznem. Először hozzáérintem a tárgylemezhez, és amikor a víz végigfut a fedőlemez oldalán, akkor illesztem rá a levélkére, hogy minél kevesebb légbuborék legyen a preparátumon. Picivel több vizet tettem a preparátumra, mint helyes lenne, ezért picit leítatok ebből, hogy ne szennyezzem a mikroszkópot, és nem nyúlhatok hozzá fedőlemezhez sem, mert akkor viszont zsírosítom a fedőlemezt. Most behelyezem a mikroszkóp tárgyasztalára a preparátumot, és először megkeresem a legkisebb nagyítással. A legkisebb nagyítás 40-szeres nagyítás, és akkor pillancsunk rá, hogy milyennek is látjuk a levélkét. Mozdítanom kell a tárgyasztalt előre-hátra, illetőleg jobb és baloldali irányban. És most akkor nézzünk a preparátumra. Már ebben a nagyításban is jól láthatjuk, hogy nagyon vékony, egy sejtsor rétegű a levélke. Természetesen nem tudom teljes síkban ráhelyezni ezt a levélkét a tárgylemezre, azért vannak élesebb és kevésbé éles részek ezen a nagyításon. Most változtatok a nagyítás mértékén 100-szoros nagyításra. Itt már jobban láthatjuk, reményeim szerint, a egy sejtsor réteget és a benne található sejteket. Itt lehet látni a hosszúkás megnyúlt sejteket, benne a sok-sok színtesttel. Most váltok még egyet a nagyításnál, 400-szoros nagyítást próbálok most a preparátumot 400-szorosra próbálom nagyítani. A mohákra jellemző, hogy az egyszerű levélkén egyszerű diffúzióval veszik fel a vizet, és a mohák ökológiai jelentősége pont ebben valósul meg, mert óriási mennyiségű vizet tudnak
óriási mennyiségű vizet tudnak tárolni a testükben, és a kiszáradt erdő rendelkezésére tudják bocsátani a testükben begyűjtött vízmennyiséget.